ugorja képbe. Nem hiszem, hogy akad olyan, akit a havas tájban sétálva ne ragadott volna meg a téli táj egyedülálló hangulata. Nem csoda, hogy a festők is a hatás alá kerültek. Volt egy magyar festő, aki egyedülálló módon tudta átadni azokat az érzéseket, amelyeket az ember a téli tájban sétálva átél. A festő az arisztokrata származású Báró Mednyánszky László, és a téli képei közül kicsit találomra kiválasztottam az egyiket, ez pedig a Kocsi út télen. Ezt a festményt a Virág Judit Galéria bocsátotta aukcióra 2019. decemberében, ez volt a 213-as számú tétel, és kicsit több mint 10 millió forintért kelt el, tehát magántulajdonban van. Egy olajképről van szó, aminek ráadásul jelzet is van a jobb alsó sarkában a festő neve. A kép készülésének a pontos évét nem tudjuk, a festő rengeteget vándorolt, a képeit gyakran félbehagyta, aztán néhány év múlva esetleg újra kezdte, így az ő életműve az egyik legnehezebben datálható, mondhatni szinte kaotikus életmű. Amint említettem, Mednyánszkynak számos más havas képe is van. Egyértelmű, hogy kedvelte a havas tájak hangulatát, akár közelről nézve, akár hatalmas tájakat, szikrázó bérceket ábrázolva. Meg is mutatok néhány ilyen képét. Ez a Behavazott fenyő című kisméretű, szinte vázlatos mű magántulajdonban van. Érdemes megnézni közelebbről, hogy hogyan próbálta megragadni a hónak a jellegzetességét, azt, hogy egyszerre fagyos, nedves, sziporkázó, puha és ilyen csipkeszerű. Festőileg ez mindenképp egy komoly kihívás. Egész más hangulatú a Falusi utca télen című műve. Illetve a téli udvar, ami valamikor 1910 után készült, szintén magántulajdonban van. A havas bércek varázslatos látványát ragadja meg az Alpesi táj című kép 1900-ból. Illetve a hegyi tájtóval, ami a Magyar Nemzeti Galériában van. Egészen varázslatos hangulatú a Hóolvadás című képe 1899-ből, ami az Egri Dobó István Múzeum tulajdona. Vannak azonban olyan képei is, ahol a hó a rideg, kopár, kietlen, kegyetlen tájhoz tartozik, mint például az első világháborúban készült képein, a Szerbiában című mű 1914-ben készült. A Halott katonák című művön a behavazott holttesteknél a hó egyértelműen az élettelenség és a halál szimbóluma. Az általam kiválasztott műhöz talán ez áll a legközelebb, Zúzmarás fák a címe, 1892-ben készült, és a Magyar Nemzeti Galériában van, mert itt is havas ágakat látunk, csak nagyon más hangulatú a fény. Érdemes ezt a képet is egy kicsit közelebbről megnézni, hogy festőileg hogyan próbálta meg megoldani a hónak ezt a csipke szerűségét. Az összehasonlítás kedvéért
mutatok itt egy brüsszeli csipkét. Ez a havas út az Osztrák-Magyar Monarchia területén szinte bárhol lehetne. A festő semmiféle olyan elemet nem használ, aminek a segítségével esetleg pontosabban be tudnánk azonosítani. Ez az út, amin olyan, mintha mi haladnánk, egyben talán az életút szimbóluma is, hiszen a holland festők is így ábrázolták az utakat. Szinte geometrikus szabályosságban övezik a fák ezt az utat, az ágaik összefonódnak az út felett, mintha alagutat képeznének. Pont velünk szemben pedig a fák összeérő ágai között az alacsonyan járó téli napot látjuk. A nap, a fény, az élet, a meleg, az erő szimbóluma, és különös aranyfénnyel árasztja el az egész téli tájat. Ez a fajta útábrázolás egyáltalán nem volt ritka a 19. századi festészetben. Itt most mutatok két képet Munkácsy Mihálytól, Tájkép fasorral, ennek a címe 1882-ből. És ez pedig a fasor 1886-ból. De óhatatlanul eszembe jutott Ferdinand Hodler, svájci festő, Őszi fasor című képe 1893-ból. Nagyon érdekes, hogy abszolút kortársak voltak Ferdinand Hodler és Mednyánszky László. Mednyánszky egy évvel korábban született, és egy évvel később halt meg, de egyébként nagyon hasonló volt bennük a természet szeretet, a tájak iránti vonzódás, és egyébként Hodler is nagyon sok havas tájképet is festett. Minthogy svájci volt, nem lepődünk meg, hogy nagyon szerette a magas, sziklás hegyeket. És itt is egy téli tájat ábrázol Hodler. Mednyánszky László a felvidéki Beckón született, féltve őrzött arisztokrata sarjként nevelték. Münchenben tanult, majd Párizsban festészetet, és az egész életére jellemző volt a folyamatos helyváltoztatás. A 70-es években leginkább Franciaországban, Párizsban, illetve a Barbizoni művésztelepen volt, de aztán a 70-es évek végén már Szolnokon találjuk, később végigjárja Olaszországot, a 80-as években rengeteget időzik Bécsben és Budapesten, a 90-es években pedig már megint inkább Párizsban volt. Ő volt az első olyan magyar festő, akinek nagy gyűjteményes kiállítása volt Párizsban 1897-ben, és elég jó kritikákat kapott. Mednyánszky tájfestészetét a barbizoni tájfelfogás jellemezte, ezt úgy nevezzük, hogy plein air festészet. Ez a francia szó azt jelenti, hogy szabad ég alatt. Hatalmas nagy váltást hozott a festészetben, hogy már nem a műteremben készültek a képek, hanem valóban kint a tájban, így jól meg tudta figyelni a festő a fények különleges hatásait, illetve a színeket. A 90-es évek végétől már az impresszionizmus vívmányait is átvette. Ezen kívül a táj felfogására jellemző volt egyfajta panteista, buddhista ihletettség, mindenképp egyfajta misztikus jelleg. A tájakon kívül voltak alakos képei, elsősorban a csavargók világát örökítette meg. Nagyon szuggesztív, tömör, drámai ábrázolások ezek. Ő maga is egyébként gyakran elvegyült a legalsóbb szociális rétegben, és nagyon alaposan megfigyelte ezeket az embereket. Nem szánakozó, érzelmes a viszonyulása, nem is kritikai, inkább szenvedélyesen érdeklődő.
A legtöbb ilyen képénél nem tudjuk, hogy pontosan kit ábrázolt, mégis nagyon megrázóak, és ilyen emberi sorsot megragadóak ezek a festmények. Mednyászki festészetére általában jellemző volt, hogy nagyon erősen foglalkoztatta őt a színek pszichikai, fiziológiai hatása. Ezt abból is tudjuk, hogy rengeteg naplót, feljegyzést hagyott hátra, és itt nagyon sokszor ír arról, hogy vajon hogyan lehetne, milyen színkeveréssel, milyen ecsetkezeléssel lehetne minél inkább megragadni a színeknek ezeket a hatásait. Így aztán a szín egyre hangsúlyosabb szerkezeti, hangulati szerepet kapott a képeiben, bár ugyanakkor nagyon szilárd szerkezeti vázúak általában a festményei. Itt is ezt látjuk, hogy ezek a szabályosan ismétlődő fatörzsek egy ilyen nagyon szilárd, geometrikus vázat nyújtanak a kompozíció számára. Az erőteljesen összetartó, egy pontba összegyűlő perspektívikus enyészvonalakról eszünkbe juthat Caspar David Friedrichnek a Vándor a Köttenger felett című képe, ahol ugyanígy a végtelenség érzetét kelti ez a nagyon nyitott táj. Ez a kép csodálatosan átadja a téli táj hangulatát, az aranyló fényeket, a csipkeszerű havas ágakat. Szinte halljuk a cipőnk tompa ropogását a hóban, és szinte körülvesz minket a csendbe burkolózó téli táj. Ugyanakkor mindenképp van a képnek egy szimbolikus rétege is. Arra gondolhatunk, hogy az élet útján kell végigmennünk, akár egy alagútban, de a fény felé haladunk, az út végén az aranyló nap vár ránk, és közben, ha afelé nézünk, még gyönyörködhetünk is mindabban, ami minket körülvesz. Mednyászkinak nem csak a festészete volt plener, vagyis a szabad ég alatti, hanem az egész élete. Szakítva kora és társadalmi rétege szokásaival, ő örökvándor volt, és mindig elragadtatottan figyelte a természetet. Volt, hogy napokig járta a hegyeket, anélkül, hogy szállást keresett volna. Hogy mindeközben min elmélkedett, hogyan gondolt az életére, azt a képeink keresztül megüzente nekünk. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.